Bár az elmúlt több mint 100 évben bővültek, változtak a védőnök feladatai, az alapértékek a családok segítésének célja maradt a régi. A család és nővédelem, valamint a várandós gondozás mellett egyre nagyobb szerepet kap a gyermekvállalásra való felkészítés, például családtervezési ismeretek átadásával. Ennek része a dohányzó várandós nők leszokásának támogatása is, ugyanis még mindig sokan füstölnek közülük, mondta 35 perc című műsorunkban a védőnők képzésével több mint 20 éve foglalkozó, és a közelmúltban Prosszáni Tátedíjjal kitüntetett nyíregyházi szakember. 8 évvel ezelőtt egy országos felmérés alapján, amilyen 16 ezer mintát dolgoztunk fel, abban az eredményünk a következő volt, hogy a megkérdezett várandósoknak a több mint 26%-a dohányzott napi rendszerességgel. Ezt követően most végeztünk egy nagyon rövid felmérést Nyíregyháza városban 2019 és 20 között. Itt azt tapasztaltuk, hogy közel 10%-a dohányzik a várandósoknak. Az érintettek segítését szolgálja egy néhány hónapja futó nyíregyházi mintaprogram, amely során előbb egy teszt segítségével megnézik a leendő édesanyák vérében található kotinin szintjét. Ez az aktív mellett a passzív dohányzás által a szervezetbe jutott nikotin mennyiségét is kimutatja. Akiknek szükségük van rá, szakember segítségét vehetik igénybe a leszokáshoz. Ez a lehetőség pedig a egészségügyi alapellátási igazgatóság épületében egy tanácsadó helyiség, ahol szakember várja a dohányzó várandóst. Itt azt kell elképzelni, hogy amennyiben ő motivált ugye a leszokásra, ugye ez az kell, hogy ő is motivált legyen, akkor egy viselkedésváltozás, egy magatartásváltoztatást szeretnénk elérni nála, hogy tegye, legalábbis csökkentse, vagy tegye le a cigarettát. Ez egy hat alkalmas program. A várandóság alatti dohányzás kiemelkedő kockázati tényező, és egyike azoknak a megelőzhető okoknak, amelyek jelentősen hozzájárulnak az újszülöttek halálozásához. Amennyiben a nyíregyházi modell eredményes lesz, abban bíznak, hogy a programot országos szintűvé kiterjeszthetik.